minden beszélnek a pesti villamosokról. Beszéljünk most egyszer az utasokról, legalábbis egyikről, másikról. Például a műkedvelő légtornászokról. Figyeljünk csak! A lépcsőn is kérem. Fiatal emberek, kérem a jegyeket megváltani vagy kezeltetni. Nem hallották, kérem? Önökhöz szóltam. Ugyan, kisanya! Csak nem képzeli, hogy egy vacak jegy miatt leessen. Ha legközelebb kettőt veszünk, Szimikém, pápá! Viszlát! Pápá! Ne veletlen, 50 fillérére egy felnőtt ember sose tenne ilyet. Jól mondja. Sose tenne ilyet. Sose tenne ilyet. Sose tenne ilyet. Biztos ez néni. Kérem ezeket megváltani, vagy kezelésre átadni. Köszönöm. Jegyeket, ahol nem láttam. Köszönöm szépen. Bocsánat, kezelte már a jegyet? Tessék? Ja, hogyne, persze. Elnézést, legyen szíves még egyszer megmutatni. Ejnye néni, szabad ilyet csinálni? Ide tettem. Na hát... Kiesett. Hát akkor kérek egy vonalat. Kettőt. Még a csomagjáról is elfeledkezik. Íme az elmélyült olvasó típusa. Érdekes tulajdonsága, hogy főleg akkor művelődik, mikor a kalauz a jegyeket kéri. Köszönöm. Kérem, uram, ön még nem váltotta meg a jegyet. Mit szól bele? Mi köze hozzá? Nagyon is sok. Én ugyanis társadalmi ellenőr vagyok. A kalauz többször is járt el, és én mégsem váltok jegyet. Úgyis a végállomásig megyek. Kérem, a kalauz első felszólítására meg kell váltani a menetjegyet. De nálam is megválthatja. Milyen lesz? 3,50 és a menetjegy ára 70, tehát 4 forint plusz fillért. Tessék. Köszönöm. Mégsem a végállomásig megy? Nem. Meggondoltam. Átjárítás, tiszta átrágítás. Persze a gyerekek sem mind angyalok. Ez itt egy hurfangos diák. Köszönöm. Na, öcsi, neked milyen jegy lesz? Apukámnál van. Jó van. Szabad kérem a jegyeket. Kérem a jegyeket. Bocsánat. Szabad kérnem a jegyet. Tessék. Köszönöm. A kisfiának milyen jegyet adhat? Ki? He? A kisfiának. A kisfiának. Kérem, én nőtlen ember vagyok. Ez pedig a pendliző. Maga sem tudja, milyen veszélyes a játék, amit művel. Szabad a jegyet? A jegyet kérem. Kérem a jegyet. Tessék, fiatalember. Átszálló. Igen, átszálló. Igen. Már is hagyjuk.
Átszálló. Köszönöm. Jó napot kívánok! Íme a bujócskázó. Neki az utazás társas játék. És a kalauz a hunyó. Tessék, kérem, van még egy pár jegyem. Lehet jelentkezni, kérem. Két vonalat kérek. Kettő vonal. Egymás mellé. Egymás mellé, hogy a dolgozók kívánják. Nagyon köszönöm. Van még egy pár jegyem. Jelentkezzünk, amíg a készlet tart, kérem. Tessék. Pardon, leszállok, kérem. Bocsánat. Kérem a jegyet ellenőrzésre. Kezelve, kérem. Nem baj. Szabad. Igen, de még tegnap volt. És 3 forintot megkérjék, kérem szépen. Köszönöm. Hát, ez bizony nem sikerült. Sajnos elég sokan vannak, akik sportból, vagánságból vagy feledékenységből elmulasztják a jegyváltást. A város legnépszerűbb közlekedési eszközén, a villamoson, havonta átlag 2,5 millió ember utazik. Az utasoknak csak 1%-a nem vált jegyet, az évente 8 millió forint veszteséget jelent. Ez 6 vadonatúj villamoskocsi ára. Ettől fosztják meg magukat és másokat a blitzelők. Pedig ilyen olcsó közlekedés mellett igazán nem teljesítmény a blitzelés. Bízunk benne, hogy ezt előbb-utóbb valamennyien belátják. Fogaskerekű már is kalauz nélkül közlekedik. És az utasok megérdemlik a bizalmat, pedig senki sem mondja nekik, hogy szabad a jegyeket?